Polgármesteri fogadóra a megválasztott válaszol, méghozzá az idei esztendőben először, úgyhogy rögtön azzal is kezdjük a beszélgetést, hogy milyen esztendőnek nézelébe, polgármester úr. Én egy nyugodt, kiegyensúlyozott évet várok 2024-től is, lehet, hogy mások nem így gondolják, hiszen választásokra fog sor kerülni, ami mindig izgalmas egy önkormányzat életében, ha önkormányzati választást tartunk. De én bízom benne, hogy az elmúlt évek nyugodt, kiegyensúlyozott együttműködésre építő politikája az a választási időszakban is elhozza a nyugalmat, és tudunk szépen fejlődni, haladni előre ebben az esztendőben is, ahogy ezt megszoktuk már. Ez időtájt az önkormányzatok többsége nagyon el van foglalva azzal, hogy kitalálja, milyen elemekből áll majd a költségvetés, lesz-e rá elég pénz, mekkorák az igények, most éppen hogy állnak? Mi is tervezünk és számolunk, szerencsére az ősz sem telt tétlenül, és nagyon alapos előkészítő munkát végeztünk, így viszonylag egyszerű most a helyzet, hiszen már megalapozott számításokkal érkeznek a tárgyalásokra a kollégáim, és itt érteni kell a bölcsödevezetőket, óvodavezetőket, a bárkának a vezetőjét, aki az egészségügyet, szociális területet képviseli, de tárgyalunk a kulturális központ vezetőjével, kocsisportközpont, kerületi cégek, kőkert, vagyunk kezelő költségvetéséről, és természetesen a hivatal számait is most rakjuk össze. Könnyebb dolgunk van egy picivel, mint az elmúlt évek során, hiszen az elmúlt esztendőben komoly tartalékot képeztünk, komoly bevételeink voltak, akár a Hős utca ingatlan értékesítéséből, akár a lekötött pénzeszközök kamatbevételeiből, hiszen több mint 1 milliárd forint kamatbevételt realizáltunk, tehát ezek azért segítenek a mostani helyzetben. Úgy ültünk le a költségvetés számainak végső megalkotásához, hogy megfogalmazhattuk azt, ha most nem csinálnánk semmit, akkor fel is állhatnánk, és rendben lennének a számok. Persze ez nincs így, hiszen az ördög mindig a részletekben rejlik, és akár különböző személyjuttatásokról folyó egyeztetések, akár továbbképzésekről, akár egyes beruházások sorrendiségéről, fontosságáról, vagy a következő évek előkészítéséről. Hiszen nem elég most arról döntenünk, hogy idén mit építünk, már el kell kezdeni előkészíteni a 2-3 év múlva esedékes beruházásokat is, tehát azért van tendő ebben az időszakban is. Csak ismétlésképpen, hiszen időről időre szóba kerül ez is ezeken a beszélgetéseken, hogy végül is mekkora csapat az, amely a Kőbányai Önkormányzat házatáján dolgozik, elég jelentős számról van szó. Jelentős. Pontosan nem is tudnám megmondani, de 2000 fölött vagyunk, ha mindenkit beleszámítunk a rendszer működtetésébe. Az egyik legnagyobb foglalkoztató a városban még mindig az önkormányzat, azért a kerületi nagy cégek is kiveszik szépen a részüket. Tehát az önkormányzat nem csak a kerület működéséért felel, hanem mint munkáltató a hozzátartozó dolgozókért is. Az ügyfélszolgálaton hogy érzékelik, hogy a tisztelt kőbányaiak, a kőbányai polgárok milyen esztendőt zárhatnak, hiszen igen kemény infláció volt évközben, két számjegyű bőven, hosszú hónapokon át, meg általában is hogy csapódik le a kőbányaiak közérzete önöknél? Ha ezt ahhoz mérem, hogy a különböző települési támogatások milyen mértékben kerültek felhasználásra, akkor azt lehetne mondani, hogy nincs gond. Hiszen közel 50%-a megmaradt annak az összegnek, amit települési támogatásra terveztünk. Persze érzékeljük, hogy nincs minden rendben. Ezért már a tegnapi nap során arra jutottunk, amikor a költségvetési számokat vizsgáltuk a települési támogatásoknál, meg kell emelnünk a jövedelemhatárokat ismét, a hozzáférési lehetőséget. Elég jelentősen fogunk változtatni a februári testületülésen. Pont azért, hogy akik a minimálbéremelés, a nyugdíjemelések miatt, vagy egyéb bérpolitikai intézkedések miatt magasabb jövedelemre tesznek szert, ők sem maradjanak ki feltétlenül a települési támogatás rendszeréből, hiszen az egyfelé jutó jövedelem azért még mindig lehet oly
alacsony, amely akár egy nyári táboroztatást, vagy akár egy gyógyszerkiváltást, vagy lakhatási problémákat jelenthet, annak ellen is, hogy emelkednek a bérek, vagy emelkedik a minimálbér. Tehát inkább a mi rendszerünkben most, van most a probléma, és a kőbányai emberek egy jó része biztos, hogy támogatásra szorul. Ez érzékelhető volt akkor is, amikor érkeztek az utalványokért, hiszen 1600 embernek adtunk karácsonykor 10.000 forintos utalványt, és bizony-bizony könnyes szemmel vették át nagyon sokan, és megköszönték a sokak számára egyébként szerénynek tűnő összeget, de tudjuk azt, hogy számos kisnyugdíjasnál, számos családi kasszában ez hatalmas segítség. Hatalmas segítség lehet adott esetben társasházak és ugye akár egész panel tömbök esetében az a segítség, amit pályázati úton nyerhetnek el a kőbányaiak az önkormányzattól különböző javításokra, fejlesztésekre. Ez ügyben a költségvetés tartalmaz majd olyan elemeket, amelyek pozitívnak mondhatók? Nagyon szeretném, hogy tartalmazzanak, hiszen az elmúlt év végén tudtunk arról dönteni, hogy több mint 600 millió forintos támogatást adunk, amivel megmozdul közel 1,3 milliárd forint a városban. Az elmúlt évek számait, hogyha vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy így módon az önkormányzat segítségével több mint 10 milliárd forintot sikerült lakóingatlanokra fordítani, magántulajdonú lakóingatlanokra a városban, és ennek érződni kell a lakóépületek minőségében, a balesetveszélyes helyzetek megoldásában, a liftek működtetésénél, kémények építésénél, számos területre felhasználta a támogatás. Nagyon fontos az energetika, most is sokan pályáztak ilyen céllal. A kőbányai lakóépületek jelentős része, leszámítva az iparosított technológiával épült panel, vagy csúsztatott zsalus épületeket a múlt század előtt épült. Ahhoz, hogy megfelelő minőségűek legyenek, megfelelő lakhatási körülményeket biztosítsanak, rengeteget kell fordítani az ingatlanokra, illetve nem mindegy, hogy milyen külső képet mutat a kőbányai ingatlanállomány, homlokzatok, tetők, kapuk milyen állapotban vannak, tehát ilyen célokra is szívesen áldozunk. Mi újság a Rozsda övezettel? Ugye ez nem kizárólag az önkormányzat hatásköre, de mindenképpen rengeteg ponton érinti az önkormányzatot, hogy van-e valamiféle szerves változás? Van változás, hiszen ha Kőbányán Rozsdát vizsgálunk, Budapesten belül az egyik legnagyobb Rozsda övezeti beavatkozás az Eiffel műhelyház megalkotása volt az északi járműjavítóban, de ide sorolhatjuk a Bosch fejlesztését is, hiszen ott volt textil üzemnek a megújítása, vagy pontosabban teljes lebontás, és utána egy új épület felépítése valósult meg, de akár a Lechner rendezvényközpontot is sorolhatjuk ehhez a területhez. Teli vagyunk még ezen túl is egyéb rozsdaövezetekkel, kisebbekkel, nagyobbakkal. A kormány az elmúlt napokban is döntött arról, hogy mely területeket jelöl ki rozsdaövezeti fejlesztésekre, és itt már a beruházói, befektetői szándék is látszik. Ez nem mindig cseng egybe az önkormányzat terveivel, gondolataival. Igyekszünk a megfelelő összhangot megteremteni, és továbbra is hatalmas területek várnak még megújításra. Szerencsére a befektetők érdeklődése az élénk Kőbánya iránt, hiszen akár ipartelepítési célokra, akár lakóingatlan fejlesztésre, például a gyárdülő térsége kiválóan alkalmas. Ott is a rozsdövezet felszámolása nagy léptékben halad, nagy ütemben halad, ott a lakóingatlan fejlesztése jellemző. Itt vannak valamiféle akár rendeletekbe, törvényekbe rögzített határok, akár valamiféle úgymond a józanész szabta határok, mármint hogy mekkora területet lehet lakóépületekkel benépesíteni? Vannak határok, a mi eszközünk és legnagyobb fegyverünk a szabályozás, a szabályozás tervek elkészítése, és amikor egy területnek nincs hatályos szabályozása, illetve a beruházó szeretne egy célt elérni,
elérni, és ehhez szeretné, hogy módosítsunk a terveken, akkor tudunk élni nagyon szigorú eszközökkel, és például a gyógyszergyárút esetében az 1700 lakás építését mi 1300 környékére javasoltuk, és tartottuk ideálisnak, és szerencsére ez irányba haladunk, de tudunk településfejlesztési megállapodásokat is kötni, ha a szabályzás terv módosítására szükség van, és akkor az önkormányzat akár telekre, akár pénzeszközökre is szert tud tenni milliárdos értékben. Ennek is megvan a gyakorlata az elmúlt években, de sajnos van olyan eset is, amikor már nincs a kezünkben a lehetőség, és a szabályzási terv megenged egy olyan beruházást, amelyet mi nem szeretnénk. Akár nagy számú lakóingatlan lakásépítését, akár olyan lakások építését, amelyekről látjuk, hogy hosszú távon nem fenntarthatóak, nagyon picik, befektetői szempontból jó hasznot hoz, de a város fejlődése szempontjából előnytelen. Mégiság a generációkkal, ugye az önkormányzati elképzelések között is azért meg szokták különböztetni az ifjúságra, a mondjuk leg, hogy mondjam, csak virágzóbb korukban lévőkre vonatkozó és a szép korúakra vonatkozó dolgokat. A legaktívabbak a városban egyébként a szépkorok, vagy idősebbek, ne nevezzük őket szépkorúnak, a 60 pluszosok, akik akár már nyugdíjban is vannak, hiszen ők már megtehetik azt, hogy olyan szabadidős elfoglaltságokra áldozzanak, vagy olyan tevékenységet végezzenek a család, az unoka mellett, ami a város életében is markánsan jelen van, ők a legérdeklődőbbek. De szerencsére a fiatalokat is meg tudjuk szólítani, a középkorosztályt is, ebben nagy segítségünkre vannak a különböző játszóterek, parkok, sportpályák, ahol látjuk, hogy a pici gyerekekkel ott vannak, futnak, sportolnak hajnali óráktól egész késő estig a futókörökön a középkorosztályhoz tartozók. Persze az lenne jó, hogy város életében mindenki érdeklődő és aktív lenne és odafigyelő, amikor közösségi munkára hívunk embereket, akár szemétszedésre, vagy értékteremtő virágültetésre, vagy egyáltalán egy környezetvédelmi napra, ahol a szemlélet formálással szeretnénk egy picit előrébb lépni, akkor jó lenne, ha az aktivitás még erősebb lenne, az egészségügy, prevenció, szűrővizsgálatok terén úgy szintén, de nem panaszkodom, szerintem erősödik Kőbányán a városügyei, vagy a városügyeink keresztül akár önmagunk felé fordulás a mindennapokban. Az egészségügyet és az egészséget is említette. Ugye a házi orvosi hálózat, a gyermekorvosi hálózat, a fogorvosi hálózat az önkormányzati hatáskörbe tartozik, hogy állnak? Ha tárgyi feltételeket nézzük, akkor jó, hiszen felújított fogorvosi rendelőink vannak, felújított gyermek és felnőtt házi orvosi rendelőink, mindegyiket megújítottuk. Ahol van egy pici adósságunk, ott most kaptunk egy 100 millió forintos kormánytámogatást, és a kőbányúti gyermekfogászat helyzetét szeretnénk rendezni, keressük az új helyet, és a 100 millió forint felhasználásával egy korszerű gyermekfogászati rendelőt szeretnénk a belvárosban, az Óhegyi térségben kialakítani, hiszen az Újhegy rendelkezik már új gyermekfogorvosi rendelővel. Ezentúl pedig nagyon fontos feladat, hogy a megfelelő személyfeltételeket is biztosítani tudjuk. Szerencsére vannak jelentkező fiatal háziorvosok, igyekszünk a lakhatásukat támogatni, megoldani, ez mindig vonzerőt jelent, illetve az idei év komoly feladata, hogy az ügyeletre kiírjuk a közbeszerzést, le fog járni idén, és ezt olyan értékhatárt képvisel, hogy közbeszerzés útján kell beszereznünk az orvosügyelet ellátóját. Nálunk még nem jelent meg az a rendszer, ami az ország már számos pontján működik, a mentő szolgálat által ellátott orvosügyelet. Mindaddig, amíg ez nem változik, az önkormányzat feladata marad, úgyhogy az évnek ez egy nagy feladata. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen. A
filmfesztiválok szinte mindegyiken kijár az indulóknak, még inkább a díjazottaknak, hogy vörös szőnyegen vonuljanak. Nos, a második Kőbányai filmszemlén sem volt másként. A díjazottak persze csoportfotóra is gyülekeztek. Mi pedig, ha mindenkivel nem is sikerült beszélnünk, de próbáltunk összegyűjteni néhány kapcsolódó gondolatot. A középiskolás kategória első díjasa Török Barnabás. Témája a Szent László gimnázium volt. Igazából én most már harmadik éve járok a Lászlóban, média szakra, és a tanárnő ösztönzött minket arra, hogy mindenféleképpen nevezzünk erre a filmszemlére, és elkezdtem gondolkodni, hogy tulajdonképpen a Lászlónak van egy nagyon jó hangulat, egy atmoszférája az iskolának, amit én most már harmadik éve minden nap élvezek, és ezt szerettem volna valahogy átadni egy rövid 2-3 perces kis filmben, és talán ez sikerült is. Hogy hívják a tanárnőt? Sibak Zsuzsanna tanárnő. Végül is a mindennapok során, amikor bemész az épületbe, akkor változik a hangulata? Kicsit a zene is változott a film alatt, az első felében kicsit olyan rejtélyes volt, a végére pedig vidám, és úgy hiszem, hogy az épület is ilyen, hogy az én hangulatomtól függ, hogy melyik szép részét szeretném meglátni éppenséggel. És melyik a kedvenced? Hű, ez egy nehéz kérdés. Talán azt mondanám, hogy a folyosókon, az Ónodi utcai szárnyon, ugyanis az iskolának két szárnya van, a Kőrösi szárny és az Ónodi szárny. Az Ónodi szárnyon vannak kis beülős részek, ahol lehet beszélgetni, társalogni. Talán ezt mondanám kedvenc résznek. Mik a terveid? Ugye harmadik éve vagyok itt, médiát tanulok. Hogyha nem is egészen konkrétan ebben tervezek elhelyezkedni, úgy hiszem, hogy ez mindenféleképp egy hasznos dolog lehet, amiket itt megtanultam. Még egészen konkrétan nem tudom, hogy mivel szeretnék foglalkozni a jövőben, majd még kiderül. Varga Ágot, a Balázs Béla díjas filmrendező, a zsűri elnöke mondta a filmkultúra formálódásáról. Elképzelhető, hogy ahogy kialakult a beszéd, az emberiségnek a beszéd, aztán az írás. Azt gondolom, hogy a képekben fogalmazás, ugye fotózással már elindult, és a filmezés lehet egy másik út, ami egyre egyszerűbben hozzáférhető. Én azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat. Könnyebben hozzáférünk az eszközökhöz, és akinek van ilyen ambíciója, hogy képekben fogalmazzon meg akár hangulatokat, akár bármilyen összefüggéseket, akkor van erre mód. És van befogadókészség sokak részéről nyilván, akiket érdekel ez a világ is, és tudnak találni közös pontot. Amikor valami videóformát ölt, kiderül a turpisság, és kiderül a hitelesség? Hát, hogy hiteles alkotó áll-e mögött, tehát hogy ne, hát a gondolat közlés, az, hogy hogyan fogalmazza meg, tehát ez egyértelmű, tehát egyre inkább koncentráltabb filmeket kapunk innen is, tehát egyre inkább azt hiszem, hogy ez a filmnyelvet, a képi világ nyelvezetét, és a videó összeállítás nyelvezetés, tehát egyre inkább értjük, egyre inkább tudjuk elsajátítani, és ezért is jók ezek az amatőrnek nevezett filmszemlék, mert itt is találkoztunk profi alkotásokkal, hogy egymástól is tanulunk, hogy azt gondolom, hogy ez egy teljesen rendben van, hogy ez így van. Megosztott első díjas lett Schäfer Móric és Sepsi Levente Peronoszpóra című munkája. Móric-tól hallottuk. Én a fotózásból indultam, a gyerekeim születése után kezdtem fotózni, egy 7-8 éve, onnan mentem át operatőrségbe. Úgyhogy ez az irányvonal az uralkodó most. Itt is, ha megnézték, akkor eléggé fotografikus kompozíciók. A kontrasztos hatást nagyon szeretem, 16-9-ben jól érvényesül. Próbáltunk nem beavatkozni, mert úgy sarkoztam előre, hogy mindenki irányítottat fog csinálni. Ezt kb. A látószöget választottuk, meg a többi ez ment magától. Igyekeztünk nem beavatkozni. Kb. Mint a street fotó vagy a dokumentarista fotó, a fotóból indulunk ki. És autodidakta vagy pedig tanultad is ezt a művészetet? Operatőr képzésre jártam a Mér filmsuliba egy évet, a fotózás meg ugye az úgy megy magából.
A másik első díjas Nándori József. A református templomban tartott Szekeres Tamás koncert ihlette meg. Maximalista vagyok, ez a bajom, hogy itt például ebben a filmben van egy probléma, amit nem sokan tudnak, de én tudom, hogy kamera mikrofonokkal felvenni egy koncertet, az nem úgy szól, mint egy stúdiófelvétel. Tehát ezen a hangfelvételen is hallatszik, hogy nem stúdiófelvétel, viszont hiteles, mert az eredetit hallhatja a néző. Ugye itt egy ilyen tudással a tarsolyodban vajon biztatsz másokat arra, hogy vágjanak bele és nevezzenek erre a fesztiválra, ha lesz még ilyen? Hát természetesen a gyakorlás ugye az nagyon fontos része a filmgyártásnak, nem megy az az első pillanatban, de hogyha nem kezdik el, akkor sose fogják megtanulni. Nem árt tanulni, képezni magukat, gyakorolni, de lehet, hogy pont ez a szépsége ennek a fesztiválnak, hogy itt mindenki amatőrként gondolt valamit, és azt megpróbálta a saját kút fejéből kitalálva úgy megvalósítani, hogy ő gondolta. És ez egyébként az ő személyes bemutatkozása is egy ilyen film, mert sok mindent elárul az alkotóról. Weber Tibor alpolgármester gondolata. Az volt a célunk, hogy egy újabb közösséget teremtsünk. Egy olyan közösséget, akik a kerületben élnek, ezért kőbányai szemmel látják a kerület életét, épületeit, történetét. Természetesen nincsenek kizárva azok se, akik már esetleg régebben elköltöztek, vagy kívülállóként jelennek meg. De azt gondolom, hogy egy itt élő ember, aki a hétköznapi életét itt tölti, az mindig egy kicsit másképp látja a várost, és figyeli az eseményeket. Amikor először megnéztem a filmeket, már éjszakában nyúlóan, akkor egy kicsit zsongott a fejem. Annyi minden információ volt, annyi izgalmas ötlet volt, és kiegyezgettem magamnak, hogy ne keveredjek össze, mert ennyit azért már az ember nem könnyen jegyez meg ugye elsőre. Akkor fölírtam egy csomó apróságot, minden filmről valamit, ami engem leginkább megfogott. És hát aztán, amikor készültünk a zsűrizésre, ahol én csak kotnyereskedtem, hiszen a szakmai zsűri hozta a döntéseket, én csak ott figyeltem és élveztem az egésznek a ritmusát és a szakmai vitát, ami alapján a zsűri végül is döntött. Akkor ugye természetesen előtt újból megnéztem a filmeket, és akkor egészen más dolgok is eszembe jutottak. Tehát elővettem a papíromat, és mondtam, hogy hát ezt nem is vettem az első alkalommal észre. Hiszen egy ilyen film valójában annyit tud átadni nekünk, amennyi munkát belefektetett az alkotója. Ez egyébként az életünkben is többnyire így van, hogy nem mindig kell tökéleteset alkotnunk, vagy tökéleteset létrehoznunk. Ha beletettük azt a munkát becsülettel, és jó szívvel, amit beletettünk, akkor az valahogy átsugárzik. Akkor is, ha vannak benne esetlenségek, hiszen itt nem profi filmesek vannak, profi filmesek nézik részben, meg olyanok, akik nem, de valójában tényleg az, ami a legmeghatározóbb, az ötletek, azok az inspirációk, amiket elindít bennünk egy-egy film. Ezért volt nekem nagyon tanulságos és fontos, és jó ez a második filmszemle, és hát ezért szeretnénk folytatni a sort, hiszen minden év újabb ötleteket hoz, próbálunk a tematikában is egy kicsit módosítani, ugyanakkor szabadságot is adni, hiszen azt gondolom, hogy a művészi szabadságnak nagy szerepe van, tehát nagyon fontos az, hogy ne kössük túlságosan meg azokat az embereket, akik rászánják a szabad idejükből azt az időt, hogy készítsenek egy ilyen filmet a saját örömükre, a saját megmérettetésükre. Úgyhogy én mindenkinek kívánom, hogy évről évre egyre többen adják be a pályázatot. Örömmel veszük, ha valaki többször is ad be, hiszen minden évben tanul ő is valamit. Azért hívtunk szakmai zsűrit, mert ők szakmai tanácsokat is tudnak adni, értékeléseket, és ebből lehet tanulni mindenkinek. Úgyhogy
Én még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett ezen a pályázaton, aki dolgozott ezen a pályázaton, és ígérem, hogy az itt összegyűlt információkat hasznosítani fogjuk a kerület gazdagodása érdekében. Oswald György az egyik külön díjas volt, megkérdeztem, hogy vajon buzdítana-e másokat is arra, hogy kövessék a példáját. Hát ha nem is engem, de ezt a filmszemlét. És igen, mindenkinek javaslom, hogy bátran menjen neki a dolgoknak, mert én a magam részéről hozzáteszem, hogy nekem olyan értelemben filmes végzettségem nincsen, ami engem feljogosítana arra, hogy én filmet szerkesszek és csináljak, de hogyha ha nekem erre nincsen semmifajta jogosítványom, akkor másnak is nyugodt minden további nélkül lehetne ezt alkalmazni. Kiszúrnak néhány témát, mint ahogy erre nagyon sokat buzdítanak itt is. És igen, próbálják ki magukat, pályázzanak, vesztenivalója senkinek az életben nincs. Bicskei Éva, dokumentarista és ötletgazda. Minden pályázónak nagyon köszönöm azt a munkát, azt a szorgalmat, azt az akaratot, amit beletettek ebbe a mostani filmszemlébe, és arra kérem őket, hogy köszönjék meg a Jóistennek a tehetségüket. Reméljük, még többen kapnak kedvet a filmezéshez, és indulnak, ha ismét meghirdetik a kőbányai filmszemlét. A KSC úszó szakosztályát vezető Túri György mesteredző ugyan szakmailag nehéz évnek minősítette a 2023-as esztendőt, viszont ismét sikerült figyelemre méltó eredményeket hozniuk. Most egy nehezebb éven vagyunk túl, attól függetlenül én azt gondolom, hogy nincs okunk se a szégyenkezésre, és a jövőkép is elég jól áll, tehát én azt látom, hogy van remény. Az úszásban a számok, a század másodpercek is számítanak, de mondjuk az eredményeket, érmeket illetően, ha nem is pontos listát, de olyan nagyságrendeket esetleg mondaná nekünk? Igen, hát nagyon fontos, hogy az úszásban 9 korosztálynak rendeznek bajnokságot, tehát országos bajnokságot. Ebből a 9 bajnokságból, ha jól tudom, 123 érmet szereztünk, 40 aranyérmet, 38 ezüstérmet, és azt hiszem, tán 45, és akkor kéne a 123 bronzérmet. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy minden korosztályban szereztünk aranyérmet, tehát azt jelenti, hogy nem egy-egy korosztály kiugró eredménye tett minket az országos ranglista harmadik helyére, hanem a teljes szakosztály, tehát a rendszer működik, és amit az előbb is mondtam, tehát egy nagy generációváltás után vagyunk, de jönnek az újak, és megállíthatatlanul törnek előre a fiatalok. Amikor generációváltás zajlik, akkor érzékelhető, hogy a fiatalok, a feltörekvő nemzedék esetleg más mentális hozzáállással rendelkezik, vagy akár fizikálisan egy kicsit változik a helyzet? Én azt gondolom, hogy nem, és azért nem, mert viszont van egy nagy állandóság, és az pedig az edző kollégák tekintetében mondhatom el. Gyakorlatilag itt nincs olyan kollégám, aki dolgozik, aki legalább 20 évet ne töltött volna el a szakosztályban, vagy még annál is többet. Tehát itt egy olyan kialakított rendszerrel tudunk dolgozni, ami biztosíték arra, hogy ezeket a hullám völgyeket, akkor most fogalmazzunk ki így, és egy kicsit önkritikusan is ki tudják küszöbölni, át tudjuk vészelni, de a többiek, a gyerekek, azok abszolút az edzők kezében vannak, és én úgy gondolom, hogy szépen fejlődnek, tehát ilyen tekintetben nem kell aggódnunk. Az e-sportban nyilván Párizs az egy csupa nagybetűs városnév 2024-ben. A KSC-nek hogy hangzik Párizs? Hát nézd, a KSC-nek ugyanúgy hangzik, mint előtte volt Fukuoka, mint előtte volt, hol is Brazíliában, Rióban volt, azelőtt Londonban, és így tovább. Én jó magam 9 olimpián vettem részt. Hát a 10. már nem biztos, hogy meg lesz, de a Kőbánya SC-nek mindenképpen lesz képviselője az olimpián. Jelen pillanatban 2 olyan versenyző a szakosztályunk tagja, Telegdi Ádám és Sárkány Zalán, akik olimpiai A-szinttel rendelkeznek, tehát erre is
is csak azt tudom mondani, hogy a remény az megvan, dolgozni kell, nagyon keményen kell dolgozni. Sárkány Zalán kint Amerikában Michael Phelps edzőjénél fog januártól készülni, Telegdi Ádám az állandóság, remélem, hogy ő pedig a három hátúszó közül, ő lesz a másik legalább, amelyik, vagy aki kijut az olimpiára. Mint mesteredző, hatalmas tapasztalattal rendelkező szakember, hogy látod, hogy a hírekből laikusnak úgy tűnik, hogy kicsit tolódik fölfelé a korosztály, ameddig a versenyzők megpróbálnak még teljesíteni, az élvonalban maradni, úgy általában. Ezt én jól érzékelem? Mondhatni igen, de ez köszönhető annak is, hogy a kormánynak köszönhetően a sport nagyon jól el van látva, nagyon komoly anyagi támogatást biztosít, és bizonyos esetekben azért ez sem elhanyagolható szempont, tehát azok a sportolók, akik ebből jól meg tudnak élni, nem csak a sport tekintetében, hanem egzisztenciálisan is, hát igyekeznek ezt fenntartani, mert azért nagyon nehéz az élsport után a civil életbe átevezni, és hát én azt gondolom, hogy ebbe kell nekik nagy segítséget nyújtani, sőt, azt meg elmondom, és nagyon büszkén elmondom, hogy mi ebbe aztán élen járunk, mert nálunk alapvető az, hogy a gyerekek nem csak óvodáskortól úsznak nálunk, hanem bizony az egyetem is egy cél, tehát nagyon sok versenyzőt delegáltunk ki Amerikai Egyesült Államokba olyan full ösztöndíjjal, amelyik hát ugye hát megfizethetetlen egy család számára, és hát szép karrier előtt állnak a civil életben is. A sikerek részesei a mindennapi hátteret biztosító szülők, akiket mindenki köszöntött, így Hajdú Péter, a KSC ügyvezető elnöke is. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki lehetővé teszi ezeknek a gyerekeknek, hogy sportoljanak, hogy odaérjenek az edzésre, hogy el tudjanak menni az edzésről, hogy kaját kapjanak, amikor korán kelnek, vagy a táskájukba legyen becsúsztatva, amikor utaznak, akkor közben tudjanak enni, hiszen az úszó lét azért az egy elég meredek dolog, hiszen korán kell kelni, korán kell úszni, utána iskolába kell menni, utána megint úszni kell, tehát ehhez egy nagyon komoly logisztika és egy nagyon komoly szülői elhivatottság kell. A másik köszönet az a felkészítő edzőké, hiszen nélkülük megint nem lehetnének ezek az eredmények. Az, hogy a úszoda térbe töltik a napjaikat és tanítják a lányokat, fiúkat úszni, ezért nagyon hálásak vagyunk a vezetőség részéről, és köszönjük mindenkinek a munkáját. A harmadik köszönet pedig az úszóvodái és az úszóvoda vezető emberei, szakemberei, hiszen azok a gyerekek, akik szinte hivatásszerűen kezdenek el már óvodás korukba úszni, azok nagyon sok jó dolgot találnak a úszóvingba. A negyedik köszönet pedig a Kőbányai önkormányzaté, hiszen minden alkalommal, minden rezdülésünknél ott voltak és segítettek. Bármikor, bármilyen kérésünk volt és nehézségünk adódott, akkor segítő kezet nyújtottak. Ez így volt az idei évben is, ezt köszönjük, és úgy gondolom, hogy a gyerekek a teljesítményükkel, az edzők pedig a munkájukkal ezt meg is hálálták, és remélem, hogy Kőbánya önkormányzatnál is büszkék a Kőbánya sportklubra, mint ahogy mi is büszkék vagyunk, hogy egy ilyen támogatónk van. A KSC szakosztályainak fontos támogatója Kőbánya önkormányzata. A testületet két alpolgármester képviselte az évértékelőn. Előbb Radványi Gábor következik. És amikor engem megkérdeznek, hogy Kőbánya sportnyárnál mit tudnék legjobban kiemelni, akkor én mindig az utánpótlás nevelést mondom, mert ugye nem vagyunk Ferencváros, nem vagyunk MTK, nem vagyunk Honvéd meg Újpest, KSC vagyunk, és a KSC-nek az utánpótlás nevelése, mint ahogy látszik is, idén harmadikak lettünk az országos viszonylatban. Azt gondolom, hogy ez kiemelkedő, de az elmúlt évtizedben láttuk azt, hogy nagyon sokszor a lista élén is álltunk korábban. Amikor idefelé jöttem, akkor azon gondolkodtam, hogy mit is mondtam 5 éve, és most szembesítem saját magamat azzal, és tulajdonképpen egy önrevíziót is tartok. 5 évvel ezelőtt én azt mondtam, hogy nyugodjatok meg, úgy néz ki, hogy
hogy Kőbányán a Mázsa téren épül egy nagyon szép komplexum, ahol a KSC új otthonra talál. Biztos a idősebbek vincéjék emlékeznek arra, amikor ezt mondtam, és azt mondtam, hogy körülbelül 2022-23-ra ez meg is épül. Hát sajnos nem épült meg, nem épült meg. Ennek több oka is van. Nem kezdem itt fel, nem fogom a Covid-ra, mert ugye volt egy Covid járvány, ami sajnos eléggé begyűrűzött a kerület életébe is, több barátunkat elvesztettünk ebben az időszakban. Aztán utána a tavalyi évben volt egy energiaválság, amikor olyan mértékű megszorításokat kellett, ez csúnya szó, racionalizást kellett végrehajtani a kerületbe, hogy az újhegyi uszodánkat is bezártuk, mert naponta milliós nagyságrendű kár lett volna, forráselvonás lett volna, költségvetésből is ezt nem tudtuk kigazdálkodni. Ebben a helyzetben pellengéren táncolt az is, hogy egyáltalán az uszodátok tud-e működni, de tudott működni. De egy jó sportoló általában mindig újabb és újabb célokat helyez maga elé. Kis célokat, amit aztán megvalósít, és onnan megy lépésről lépésre tovább. Ami nekem reményt ad, az az, hogy egyszer, amikor Hajdú Péter, illetve Gyuri bácsi felhívott, hogy lesz ez a nemzeti úszóprogram, hamarosan téged föl fog hívni a Vladár Sándor, és elmondja, hogy milyen feltételekkel és mit kell a kőbányai önkormányzatnak tenni ehhez, akkor én beleálltam ebbe az ügybe, és önkormányzatunk azt mondta, hogy igen, csináljuk, mert a KSC-nél, hogyha a nemzeti úszóprogramban sokan vesztek részt, sok óvodás vesz részt, akkor előbb-utóbb az eredmények is megjönnek. Ugye, köszöntöttünk itt olimpiai érmeseket, köszöntöttünk világbajnokokat, most ebben az évben nem tudunk köszönteni, de azt gondolom, hogy az a remény, amit Gyuri bácsi megfogalmazott nekem a napokban, hogy nagyon sok tehetség van, nagyon sok óvodást figyeltek, nézitek, és előbb-utóbb ezeket a tehetségeket kiszűrik, és edzésre fognak járni rendszeresen a KSC-hez, előbb-utóbb a következő generáció bajnokai is közöttetek vannak, vagy közöttünk vannak itt Kőbányán. Somjódi Csaba, a polgármester is évek óta figyelemmel kíséri a szakosztály életét, ennek alapján mondta. A mai teremben is itt ülnek, akik majd olimpiai érmesek lesznek, a mai teremben is ülnek leendő világbajnokok, még nem tudjuk, hogy ki, de biztos, hogy itt ülnek, és majd, ha visszagondolunk néhány év múlva, akkor már a nevüket is fogjuk tudni. De nem ez a legfontosabb, hanem az a legfontosabb, hogy egészséges emberek nőjenek föl. Olyan emberek, akik a sportot szeretik, olyan emberek, akik Kőbányán tesznek azért, hogy az életmódjuk, a sport szeretetük átragadjon másokra is, példa legyen mások számára is, hogy ezáltal egészségesebb emberek legyenek. Én azt gondolom, hogy ez a sportnak a szeretete, ez az egyik legfontosabb, amit a KSC is Kőbányán a sportegyesületek közül megvalósít és át tud adni a jövő generációjának. Nekem most már 7 unokám van, mindegyik tud úszni. Nagyon büszke vagyok rá, hogy Kőbányán ez nem egyedi eset, hanem ez általános, hiszen nem csak a KST-ben, hanem már óvodáskortól kezdve Kőbányán az óvodákban, általános iskolákban célul tűztük ki azt, hogy aki kikerül az intézményből, az biztonságosan tudjon a vízben közlekedni, és megtanuljon úszni. És ez borzasztóan fontos. Ha még olimpiai érmes lesz, meg világbajnok, az pedig maga csúcs lesz majd. A tavalyi esztendő igen fontos mozzanata volt az, amikor György István államtitkár, a KSC elnöke bejelentette, hogy a szakosztály részese lett a nemzeti úszóprogramnak, amelynek első szakaszáról Túri György a következőket mondta el. Meg kell, hogy mondjam, ez életem egyik legnagyobb öröme, hogy dübörög Kőbánya, és ennek a programnak köszönhetően több mint 700 óvodás, és vagy 240 általános első osztályos iskolás jár ingyen úszni, és tanul meg úszni, és hát ugye, ha még hozzávesszük a saját tanfolyamos gyerekeinket, meg a szakosztály, meg a saját óvodánkat, akkor nagyon-nagyon nagy boldogság önti el a szívemet, mert ilyen ezres nagyságrendű létszámból, hogyha mi nem tudunk a későbbiekben új
Egerszegi Krisztinákat, Kovács Ágikat, Güttler Karcsikat, Késehajnákat kinevelni, akkor vissza kell adni a diplománkat. Nos, erre alig ha kerül majd sor, ami azt is jelenti, hogy már a medencében ficánkolnak a jövő bajnokai. A Kocsis Sándor Sportközpont Kőbánya több területén is az év minden napján számtalan sportolási lehetőséget biztosít a mozogni vágyóknak. Emellett folyamatos sportos programokkal és eseményekkel igyekszik a kerületet még fittebbé tenni. A 2023-as év sok mozgással és sikeresen telt. 2024-re is ez a terv. Azt kell mondjam, hogy Kőbánya nagyon szerencsés helyzetben van, hogy egy ilyen önkormányzata van, akik hétről hétre, ha nem sport, akkor valami kulturális program. Tehát az ember kinyitja a kőbányai naptárt, hogy így mondjam, szinte minden hétvégére talál valami olyan elfoglaltságot, ahova a családokkal, barátokkal el tud látogatni. Tehát én úgy gondolom, hogy mindig mindenkinek van választási lehetőség, és jobbnál jobb programok vannak itt Kőbányán, úgyhogy én tényleg abszolút mindenkinek ajánlom. Mióta én vezetem a Kocsis Sándor Sportközpontot, én úgy gondolom, hogy ez volt az egyik legsikeresebb évünk a 2023. Végig tudtuk bonyolítani az összes kőbányai, mozdulj kőbányai programot. Nagyon nagy sikerei voltak azoknak a programoknak, amik újításként jelentek meg, illetve azokat a programok, amikkel egy kicsit rácsatlakoztunk a régi nagy múlttal rendelkező kőbányai rendezvényekre, egy harmajális vagy egy rendvédelmi napokon is megjelent a Mozdulj Kőbánya, ott is hatalmas sikere volt, mert mégis a kultúra mellett is egy kis sport is belefért. Ugye tavaly egy évvel ezelőtt mondjuk ilyenkor, ha beszélgettünk volna, nagyon nagy szerepet kapott volna az energiaválság okozta nehézség. Ez év végére hogy alakult, és mondjuk hogy fog alakulni 24-ben, ez már egyáltalán nincs hatással a működésre? Egyelőre nincsen, illetve ami nagyon nagy könnyebbség, az ugye a napkollektor beüzemelés, ami a tavalyi évben, 23-as év első negyedévében megtörtént, azért az uszoda üzemeltetésére ez nagyon-nagyon jó és hatékony hatással van, és a többi telephelyen is megpróbáltuk korszerűsíteni mind a fűtést, mind az energiafelhasználást is realizálni úgy, hogy ez optimális legyen. Azért tudom, hogy mindig fontos, hogy ma az különböző korosztályoknak a megszólítása sikerüljön. Mennyire sikerült ez az elmúlt években, és a 2024-ben, mondjuk ebben az évben, mennyire lesz ezen hangsúly? Én úgy gondolom, amióta én vagyok a Kocsis Sándor Sportközpont vezetője, mindig kihangsúlyozom, hogy a legfontosabb, hogy a családokat tudjuk megszólítani. Gyakorló családapaként én is így gondolom, hogy nyilván, hogyha az ember a gyerekekkel együtt tud programot szervezni, az még jobban előre viszi a családot. Mi is ezen az alapon próbáltunk előre menni. Ami nekem nagyon-nagyon szívderítő lántvány volt, az nyáron a strand. Ugye idén nyáron tudtunk megnyitni teljes körülön az Újhegyi úszoda és strandfürdő strand részével, és nagyon-nagyon jó volt látni azt, hogy babakocsis családok jön, és élvezik a szolgáltatásokat, tényleg kismedence, nagymedence, vizes játszótér, rendes játszótér, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút korszerű az intézmény, és ismét azt kell mondanom, hogy a kerületünk vezetésének hála egy vadiúj épület épült ott a Sportliget és Újhegyi úszoda sarkán, amit a nyár folyamán büféként, foglalkoztatóhelységként, raktárként, a Sportligetből mosdóként is lehet majd használni, tehát ez is egy újabb megújulás itt a kerületünkben. Melyek a legnépszerűbb ilyen események? Biztosan nagyon sok emberrel találkozol hétről hétre, időről időre, és milyenek a visszajelzések a sporteseményekről? Ez nagyon változó, de ami az én szívem csücske, az az Óhegyparki rekordkísérlet, az egy futás, ott idén is több mint 500-an voltunk, és nem sokkal maradtunk el a rekordkísérletnél, úgyhogy idén gőzerővel fogunk azon dolgozni, hogy ezt a rekordot megdöntsük. Ami ott szintén szívderítő látvány, hogy családok jönnek, hogy babakocsival futnak, kicsik, behoztuk a rendezvénybe ezt a családi váltót, ahol az Óhegyparkban 3-4 fős családok futnak, és egymásnak adják át a váltóbotot, és van egy kis versenyillat, de inkább a közösségépítő erejét használjuk, és az egy nagyon jó rendezvény, de hát badarság lenne, ha nem azt mondanám, hogy az összes rendezvényünk hibátlan és nagyon jó, és mindenkinek nagyon ajánljuk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha valaki kinyitja a Mozdulj Kőbánya programfüzetet, biztos, hogy talál magának olyan programot, ami élhető, amit szeretne, amit a családdal vagy barátokkal szeretne meglátogatni és szeretne rajta részt venni. A sportközpont már izgatottan várja az idei év programjait.
A már hosszú évek óta hagyományos sportesemények mellett igyekeznek idén is kihasználni a kerület adta lehetőségeket, és újabb mozgással kapcsolatos programokat biztosítani Kőbánya lakóinak. Nagyon-nagyon fejest fogunk ugrani a 2024-es évben, mert nagyon sok új programmal jelentkezünk, mind a Mozdulj Kőbánya program keretén belül, ott is minden évben az innovációt tűztük ki az zászlós hajunk elejére, hogy így mondjam. A Mozdulj Kőbánya keretén belül két vadi új rendezvény lesz, egy sportos halloweeni kerékpáros túra lesz majd októberben, amit a kőbányai bringásokkal együtt fogunk tartani, egy nagyon jó rendezvény, már most előre mindenkinek ajánlom, illetve decemberben, 2024 decemberében egy Találd meg a Mikulás nevezetű rendezvény is lesz a Mozdulj Kőbánya programsorozat keretén belül, ami a Sportligetben játékos formában kell majd megtalálni a Mikulást, tehát azt is nagyon ajánlom a családoknak, de hát azok az események, azok a Mozdulj Kőbánya események, amik nagy hagyománnyal rendelkeznek, azok sem maradhatnak el. Lásd egy óra egy parki rekord kísérlet, vagy ami most lesz az első rendezvényünk februárban a Mozdulj Kőbánya keretén belül, az a jeges farsang, vagy a futókörök napja, vagy a senior tízkarikás játékok. Tehát ezek a Mozdulj Kőbánya régi programok, ezek megmaradnak, de Mozdulj Kőbánya programon kívül is rendezünk majd nagyon-nagyon új események. Például most január 20-án csatlakozunk a jégpályák éjszakájához, ami a múlt heti sportcsillagok gála estjén külön díjat kapott a szabadidő sporttevékenységek díjazottjai között, és hát kötelességünknek éreztünk, hogyha már az önkormányzat előtt egy ilyen gyönyörű szép jégpálya van, hogy azt használjuk, tehát január 20-án szombaton este mindenkit sok szeretettel várunk a jégpályák éjszakájára. Lesz még egy olyan rendezvény, amit 2023-ban már pontosan az energiaválság miatt megcsináltunk, ez az első kőbányai ötlabdatorna, akkor a sikere volt, hogy most a második kőbányai ötlabdatornát is meg fogjuk rendezni, ahova sok szeretettel várunk családokat, baráti társaságokat, munkai kollektívákat, lakóközösségeket. Ez egy nagyon-nagyon jó rendezvény lesz, amit nagyon szívesen ajánlok. A sok már ismerő sportesemény mellett idén a Kocsis Sándor Sportközpont önkormányzati támogatással egy igazán különleges sportversenyen rukkol elő. Ami úgy gondolom, hogy budapesti léptékű és szinte egyedülálló lesz Budapesten, egy nagyon komoly e-sport rendezvényt fogunk tartani. PC-vel, Xbox-szal, VR-ral, több számítógéppel, ez valószínűleg márciusban fog megvalósulni. Ez azt kell mondjam, hogy az önkormányzat hatatós támogatása is kellett ahhoz, hogy ezt a nagyon komoly rendezvényt ide tudjuk hozni Kőbányára. Ezt mindenkinek ajánlom, főleg nyilván a fiataloknak, akik mostanában már így a konzolok bűvöletében is élnek. Tehát azért próbálunk ilyen irányba is megújulni, de azért a hagyományos sportágokat is mindenféleképpen előtérbe helyezzük idén is. Azon kőbányai lakosoknak tehát, akik az új évben szeretnének sportosabbak és fittebbek lenni, a Kocsis Sándor Sportközpont eseményeit 2024-ben is érdemes lesz figyelemmel követniük. Karácsonyi ünnepséget tartottak a Pongrácz Idősek Klubjában. Az idős klub 60 fős, rendszeresen több mint 40-en járnak. A kapcsolat a tagok között baráti és összeszokott. A most megrendezett karácsonyi ünnepség is meghitt hangulatban telt. Az időseink szeretnek ide lejárni, mert sokan azt mondják, hogy ez a második otthonuk. Minden nap szolgálunk nekik valamivel, vagy helyi vetélkedő program, társas játék, kártyajátékok, ezek mindig vannak. Múzeumban megyünk, most decemberben voltak fürdőben, színházban, cirkuszban, tehát azért igyekszünk színesebbé tenni. Ezen kívül átlagban havonta egyszer van élőzenés, buli, bál. Szoktunk versenyeket csinálni neki, különböző versenyeket rendszeresen vannak, amiket nagyon szeretnek. Ünnepek előtt az időseink műsorra készülnek. Nagyon szeret, tehát az irodalmi körünk és az énekkarunk, ők egy nagyon színvonalas műsorokat szoktak adni, mind az ilyen nemzeti ünnepeinken, egyházi ünnepeinken, amiket szintén megtartunk, illetve hát most ugye karácsonykor is készültek énekkel, versekkel, és hát ez rendszeresen leköti őket, gyakorolnak, hogy minél jobban sikerüljön, tehát hetente többször is próbálnak. Ezzel készülnek elsősorban ez az ünnepre, tehát a díszítés is, hát a teremdíszítés, az ebédlő díszítést azt már megcsináltuk az adventi időszak elején. Adventról szoktunk beszélgetni, gyertyát gyújtunk. Először a meghívott vendégek, a Szikrák énekegyüttes ad egy kis műsort, utána a mi időseink, amivel az előbb említettem, hogy ezzel készültek, azt fogjuk meghallgatni, utána
jön az ebéd, az ünnepi ebédünk, és utána lesz egy kis élő zene, amin már úgy szabadabban tud, felszabadultabban tudnak esetleg énekelni, illetve aki szeretne táncolni. A karácsonyi ünnepségen Pap Zoltán, a kőbányai képviselőtestület tagja köszöntötte a szépkorúakat, a testület tagjainak nevében is. Engedjék meg, hogy a Mustó Géza Zoltán alpolgármester úr és a magam nevében átnyújtsam ezeket a pezsgőket. Tudom, hogy ennek mindig nagy népszerűsége van itt a klubban. Biztos, ami biztos, azért hoztunk kölyök pezsgőt is, ha esetleg valaki úgy gondolja, hogy a alkoholos az neki nem fekszik, de fogyasszák egészséggel. Az év vége az mindig egy kicsit a számvetés ideje is. Én azt gondolom, hogy csak említés szintjén érdemes szólni pár szót arról, hogy mi minden történt a Pongrásztelepen az elmúlt tehát az legutóbbi az idei évben. Az egyik olyan dolog, ami leginkább a kutyásokat érinti, a kutyafuttatóban sikerült az ivókutat végre beüzemelni. Alig 3,5 hónapot vártunk azzal, hogy felépítsék, és utána folyjon belőle a víz, de hát legalább nyárra volt már a kutyusoknak. A másik, erről már korábban beszéltem, a körzeti megbízott, ide költözik a telepre, Csilla utca 2-be. Annak, aki itt volt valamikor ősz elején, szeptember környékén, be is mutattam a körzeti megbízottat, egy nagyon szimpatikus fiatalember, és bármikor lehet majd őt keresni bármivel, hogyha probléma van. És a harmadik, ami nagy dolog volt úgy gondolom a telep életében, hogy idén készült el és került átadásra a park, ami a régi kis lepusztult, nem is tudom minek nevezzem, helyett egy gyönyörű szép zöld és virágos és abszolút pihenő park lett belőle. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy nagyon sokan fogják még sokáig élvezni ennek a partnak a lehetőségét. Zárójelben mondom, hogy itt azért nem állunk meg a park ügyében, tehát én azt tervezem, talán volt már, akinek említettem is, de jobb, hogyha itt most elmondom mindenki előtt is. Azt tervezem, hogy táblák lesznek kitéve még a parkban, és a Pongrásztelep híres szülötteiről lesznek ezek a táblák. Egy ilyen sétány gyakorlatilag, a híres szülöttek sétánya. Tudjuk mindannyian, most nem sorolom fel őket, de ugye Kokótól kezdve, igen, tehát Gergely Gábor és így tovább, tehát jó páran vannak, akik itt a Pongrásztelepen születtek, és innen vitték a jó hírét Kőbányának, és hát természetesen Pongrásztelepnek. De tudom, hogy mindenki a ebédre vár, úgyhogy nem is akarom nagyon szaporítani a szót. Az ebédhez jó étvágyat kívánok, és mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket, és még boldogabb új évet. Az ünnepségen jelen volt továbbá Weber Tibor alpolgármester is, aki a klub tagjait és dolgozóit is köszöntötte. Így karácsonyra készülődve adventben a legfontosabb az, hogy a kötelező körökön kívül, hiszen mindenki nagy takarítás, süt, főz, várja a családot, ezeken kívül a igaz értelmét az adja, hogy egy kis minőségi időt tudjunk egymással tölteni. Ezért azt szoktam mondani, hogy nem baj, mindig mondom felségem, nem baj, ha nem lesz háromféle beigli, meg négyféle sütemény. Egy legyen, annak is örülünk, inkább ülj le közénk, és legyél velünk. Mert sütemény az amúgy se használ, már így az ember, de az az idő, amit együtt tudunk tölteni, az mindennél többet ér. Ezt nyilván önök nálam már sokkal jobban tudják, hiszen ahogy előre haladunk, és egyre régebb óta vagyunk fiatalok, úgy egyre inkább tudjuk értékelni, hogy mi a fontos, és mi a kevésbé fontos. És az ünnepek lényege az nem az, mint ahogy fiatalkorunkban hittük, hogy minden tökéletes legyen, minden ragyogjon a lakás, minden süt időbe kész legyen, és nehogy egy picit is sötétebb legyen, mint ahogy azt mi szeretnénk, hanem az a lényeg, hogy együtt legyünk. Együtt legyünk, szeressük egymást, beszélgessünk egymással. Ez a lényeg az ünnepeknek,
És a karácsonynak még inkább az a lényege, hogy lelkileg fel tudjunk készülni. Azért nagyon fontos, hiszen nem tudom, nyilván akiknek van otthon is családja, és a szerettei körbeveszik, azoknak ez sokkal könnyebb. Akiknél ez nincs meg, ott a legfontosabb, hogy ezek az összejövetelek, ahol együtt vagyunk, együtt vannak, akik szeretik egymást, akik együtt játszanak, akik naponta egy pár órát el tudnak költeni együtt, együtt lehessenek, és szabadon beszélgethessenek, jól érezzék magukat. Ezek a legfontosabb idők, amiket kit kell használni, amíg lehet. Én ezért nem is szaporítanám a szót, áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek, azt, hogy megérkezzen a szíve is és a lelke is az advent végén karácsonyra, és a legfontosabb, hogy legyen kit szeretni. Az ünnepségen tehát meghívott vendégek és a klub tagjai műsort adtak, amelyet mindenki nagy figyelemmel kísért. Majd egy közös ebédet követően meghitt ünnepi hangulatban telt tovább a délután a Pongrácz Idős Klubban.